Jó estét kívánok, kedves barátaim! Tisztelettel köszöntök mindenkit, mindenek előtt az alkotóit ennek a mai estén bemutatandó filmnek. A Bata János főszerkesztő urat, aki az Aracs külön számának is a szerkesztője volt, Bicskei Zoltán filmforgatókönyvírót és filmrendezőt, aki az Álomhava című nagy sikerű filmnek a megalkotója. Szeretettel köszöntöm Berec Andrást, Kossuth Díjas ének és mesemondót, aki a film egyik zeneszerzője, és mai esténken is a zenei közreműködő, és a Kossuth Díjas Ág István, akinek a verse is fontos hozzájárulás lesz ennek a mai estének a sikeréhez. Ez a mai este a Magyar Művészeti Akadémia irodalmi tagozatának élő folyóiratai már negyedik évfolyamának első rendezvénye, és azt a hagyományt szeretnénk most is folytatni, amit eddig is követtünk, hogy elhozzuk Budapestre azokat az értékeket, azokat a fontos kulturális eredményeket, újdonságokat, amelyek valami módon egy kicsit kikerülnek ki, esnek a közfigyelemből, ugyanakkor nagyon jelentős hozzájárulást jelentenek a jelen kulturális, irodalmi életéhez és értékeihez. Ez a rendezvény is a műcsarnok anyagi támogatásával és a Magyar Művészeti Akadémia szervezésében jött létre, és akkor most már nem is nyújtanám tovább az időt, hanem átadnám a szót esténk házigazdájának, Bata Jánosnak. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nagyon szépen köszönjük a lehetőséget, hogy itt lehetünk. Köszönjük szépen a Magyar Művészeti Akadémiának, hogy megszervezte ezt az estét, és külön köszönjük Mezei Katalinnak, a Művészeti Akadémia irodalmi tagozata vezetőjének, hogy itt lehetünk. És emellett természetesen köszönjük a házigazdáknak, a műcsarnok szervezőinek is, hogy megtiszteltek bennünket azzal, hogy részt vehetünk ezen az esten. Az Aracs, a Délvidéki Magyarság közéleti folyóirata immáron másodszor vehet részt ezen a rangos rendezvényen. Két évvel ezelőtt voltunk itt először, akkor a szerkesztőbizottságnak a tagjaival tudtam itt lenni. Sajnos egészségügyi és más egyéb okok miatt a szerkesztőbizottság tagjai közül csak én jelenhettem meg, viszont más oldalról, másrészről pedig ha arra gondolok, hogy a mai esténk nem is igazán az Aracsról szól, hanem Bicskei Zoltán filmjéről, az Álomhaváról, akkor talán megbocsátják és elfogadják azt, hogy csak én képviselem az Aracs szerkesztőbizottságát. Röviden a folyóiratunkról annyit mondanék, hogy 2001 óta rendszeresen megjelenik a folyóirat, hogy az előbb említettem, a Délvidéki Magyarság közéleti folyóirata, tehát nem irodalmi, nem képzőművészeti, nem politikai, nem művészeti lap, hanem hát mindennek a keveréke, vagy talán mindez együtt, és hát azt nem kis büszkeséggel mondom, hogy 2001 óta folyamatosan jelen vagyunk az egész Kárpát-medence értelmiségi terében. Évi 4 alkalommal jelenik meg a folyóirat. Hát a 18 évről talán annyit mondanék, illetve mutatnék, így nézett ki az első számunk, és így néz ki 17 év után a legújabb számunk, tehát fejlődött grafikailag is, művészetileg is, viszont a tartalma az az első számtól kezdve, hát remélem az nem tűnik szerénytelenségnek, ha azt mondom, hogy megmaradt olyan színvonalon, mint ahogy indultunk az első számmal. Évente 4 alkalommal jelenik meg az Aracs, március 15-én, június 4-én, augusztus 20-án és október 23-án. Közel 20 évvel ezelőtt, amikor indítottuk a folyóiratunkat, akkor még nagyon sok embernek arról kellett beszélni, hogy ezek a dátumok mit jelentenek, illetve hát a dátumok fele az már benne volt a köztudatban, a március 15 és az augusztus 20, viszont június 4-éről és október 23-áról nagyon sokan arra mi felénk a déli végeken nem nagyon tudták, hogy az mit is jelent.
A tavalyi év különleges év volt az Aracs történetében, ugyanis a Magyar Művészeti Akadémiának köszönhetően sikerült egy külön számot megjelentetnünk, mégpedig Lendvicskei Zoltán Álomhava című filmjéről egy külön számot. Ebben a külön számban igyekeztünk a képanyagból egy bővebb válogatást bemutatni. A képanyag mellett részletek olvashatók a folyóiratban a film forgatókönyvéből, a szerző, rendező grafikái megtalálhatók benne, amelyeket a filmhez készített, valamint a teljes táblista mellett olvashatók, illetve láthatók még olyan alkotások, amelyekből aztán később elkészültek a filmnek a kellékei. Talán ennyit mondanék arról, hogy mi is ez az Aracs, mi volt az Aracs, és átadnám a szót Bicskei Zoltán filmrendezőnek, ő mondja tovább azt, amit úgy gondol, hogy mondanunk kell és látnunk kell a filmből. Köszönöm a figyelmüket. Jó estét kívánok, szervusztok! Nem tudom, hányan vannak itt, akik nem látták a filmet, sokukról tudom, hogy igen, de legjobb, ha egy részlettel kezdjük, hogy a hangulatát, a tartalmát körüljárhassuk, úgyhogy most én megkérem, hogy az első 4-5 perces filmrészletet nézzük meg. Virkadat óta keresem. Miért nem szólt kell? Késik a nagy vadár. Kerencsire csak kifele! A gyűnnek az adósságai. Ide néz. Mi az? Galambér királyévó. Itt őrizte. Menjünk inkább. Itt meglátnak. Új őrzőt kell találni. Miért kínod állandóan? Ez olyannak jár, aki az országé ural, de a hatalmat nem szereti. Nem akarom tudni. Na, induljunk, mert megfagysz. Kent fagyott fóna meg, ha nem vág eszembe ez a halom.
messziző virítunk, mint a kikirics. Ajándékul a töröknek. Ó, de én a Duna alatt bitangolom most. Csak a zombékosan lennék már otthon, Názerben. Ne arra jányom. Hát merre? A templom felé, amarra. Jaj, Istenem, mit látna meg őst? Még semmit, de ott majd megizeni. Jaj, a nagyhazú. Megizeni, meg hát. Menjünk vissza, Názerben. Ott legalább nem lehet senki. Emberek kőnek. Nem maradhatsz magad. Jaj, Istenem. Bocsássanak, még egy kicsit a külső felől kezdem, de hát nincs külső és belső a művészetben, a kettő nem egy, akkor megette a fene. Annak idején sokat sétáltam a Magyar Kanizsai pusztaságon, a járáson, a Szabados Györggyel, egyik mesteremmel, és sokszor mondta, nek már lassan 30 éve is, hogy az alföldi kultúra van Soron, de világméretekben mondta. Hát ez úgy nagyon jó esett nekem, valamit éreztem is belőle, hogy van igazsága, de talán akkor nem fogtam föl, hogy miről is van szó. Hiszen minden tájnak, minden, a kozmosz minden kis sarkának van sora, és van istensége, és nélkülözhetetlen. De most még épp a mi alföldünk van Soron. Hát, ahogy öregettem, és láttam ezt a széthulló világot, ezt a darabjára eső emberi társadalmat és közösségnek ma alig mondható csoportosulást, ami világjelenség, tisztelt a ritka kivételeknek, illetve örüljünk a ritka kivételeknek, akkor megértettem, hogy mi az alföld van Soron, mert mikor háborús éveket éltük ott a 90-es években, az majd 9 év volt, az első háborútól a bombázások befejezéséig, és az ember végig egy dologtól félt ott Magyar-Kanizsán, hogy esetleg jönnek szabad csapatok, esetleg kitelepítenek minket. Tehát az otthont el kell hagyni. És úgy megerősíteni a hitet és a lelkünket, ösztönösen is azt szerettem, és sokan kifutottunk oda a járásra, a pusztaságba. Fölültünk egy ilyen kis kunhalomra, vagy csak legugultunk, ültünk a főbe, és valami mérhetetlen nyugalom, őserő, mondjam így, valami mozdíthatatlan, időtlen nyugalom vett rajtunk erőt. És ez segített a túlélésbe, nagyon sokszor. Jó magam, ezzel bíbelődök a rajzban is, ezt majd mindjárt mutatom is a filmen, de azt jelenti, hogy ebben a széteső világban sok minden, a hegyeknek, a hegy drámája, a tenger végtelensége, és sok más is nélkülözhetetlen, de lehet, hogy most ennek a mozdíthatatlan nyugalomnak, egybetartó, békességes nyugalomnak van a sora. Ezt kéne kicsit jobban körüljárnunk, és a film, egy filmben ez a táj egy alap, a tájban történő események pedig erre vetülnek rá, ezen szóródnak szét, ez tartsa őket össze. Most megkérem a vetítőt, hogy az elejét, az első két percet játssza be még egyszer, és mutatok egy-két apróságot. Látszólag nem fontos, de azért van jelentősége. Minden az ég és a föld kettőségében mérhető ott nálunk, ezért transzparens színházi az egész, mint egy óriási pódium. Minden apróságnak helye van. Tehát nem lehet véletlen, és válaszra készített. Bármit, bárhogy mozdulunk, bárhogy beállítsuk. A horizont az egy abszolútum. Hogy hol a feje, hogy hol a lába, hogy mi az arány a horizontra, mint köröszt például. Mindjárt mutatok még párat. Ezeket a dolgokat az ember sokszor nem is tudatosan, rengeteg dolog véletlenül, ösztönösen az érzékek mélyén születik meg. Az operatőröm is alföldi, őslakos, hogy így mondjam. Tehát ez teljesen véletlen volt, hogy meddig ér a lándzsának a teteje, és az is
ahogy mozdul és ahogy viszik, egy adott pontban teljesen egy aránymetszetben történik. Köszönöm, itt megállhatunk. Ez a tudalékos magyarázkodás csak azért volt, hogy minden filmnek van egy olyan képi világa, egy olyan zeneisége, ami maga tartalom is. Túl azon, hogy mit mondanak, milyen dráma zajlik. Megszoktuk egy kicsit az irodalom felül nézzük ezeket a dolgokat. Berett Andrissal jártunk többször kint ott a járáson, ezen a pusztaságon. Erről majd később kérdezem. Az volt a tervünk, hogy elénekel egy jó pár alföldi dalt, de mivel a torka és a betegség ezt most nem engedi, azt mondta, hogy készített olyan kis történeteket, meséket, ami idevág a filmhez. Úgyhogy tegyünk egy lépést ez irányban, Andriskám. Itt mondjam, vagy menjek oda? Ahol jobban érzed magad, csak hát mikrofonnal. Hát, ha rövid kell legyen, akkor azt mondom el, mikor nagy szalontára mentünk Sinka István nyomába, lássuk meg azt a tájat, amiből az ő költészete fakad. Azt a bihari síkságot, amelyik rokonnevel a te síkságoddal, és egyszer csak egy a kölesér mellett így a te kamerád elé való látvány fogadott, kimerülten aludt a pásztor, gumicsizmába, ahány íze volt neki, annyiba volt megtörve, derékba is el volt facsarva, az egyik keze fönn, a másik lent, az egyik lába eldobva emelre, a másik kinyújtva, és a lábánál kígyózott az ostor. Azon volt mindig kígyó, ami már rég meg akart indulni, de még gondolkozik. A napot begyűjtötte a pálinkás üveg, mint egy nagyító, és ott néhány fűszára elegánsan rádobta ezt a kis koncentrátumot. Hátul a marhák meg fölkapták a fejket az árokba, hogy valami alakul-e itt. Persze, hogy alakult, mert én megébresztettem a pásztort, hogy jó napot kívánok, valami régi nótát esetleg tud-e. Köszönés helyett belefogott egy olyan nótába, itt kidagadtak az erek a nyakán, és mivel október volt, a tintakék ég elé kirajzolódtak a 16-18 méter hosszú ökörnyálak, amik úsztak a levegőbe, és ahogy ott áldogált, fölrakódott rá egy mázsa ilyen ökörnyál, és a fejéből, mint valami glória, mert félhátulról ugye tudni való, hogy a pókháló is, meg az ökörnyál is fénysugárrá válik. Nem akarja, de az lesz. Tehát nem teste van, hanem fénye. És a fejével egy hatalmas, 6-7 méter hosszú lengedező fénysugár jött. Fogalma se volt róla, hogy hova emelkedett. Az éneket nyomta. Én meg a kedves barátommal földbe gyökereztünk, hogy ezt már olyan régen kerestük, csak nem tudtuk magunk. Azt hiszem, a történet elég rövid, és úgy tűnik, még talán csatlakozik is kedves barátoméhoz. Úgyhogy itt le is viszem a hangsúlyt, mert a levitt hangsúly értéke az aranyéval vetekszik. Kértelek, hogy a filmbéli dalt esetleg itt tudtad volna énekelni. Mondtad, hogy azt nem, arra nem vállalkozunk, mert az egy egyedi sirató volt. Egy olyan rövid ősének, ami, ahogy a Hamvas is mondja, amikor kövek dalra fakadnak. Valahogy rá, pont így eresztetted le, ahogy most mondtad, így simultál bele a síkságba. A filmnek a tartalmát, hogy ne kelljen elmesélni, de mégis legyen egy kis fogalmunk róla, legalábbis azoknak, akik nem látták, és aztán könnyebben tudjuk egy-két részletét, tartalmát kibontani. Arra megkérem Bata Jánost, hogy olvassa fő Somogyi Győző levelét. Ez egy magánlevél, amit nekem írt, és meg kell, hogy mondjam, hogy nagyon sok levelet és nagyon sok szép, tartalmas levelet kaptam. Sok olyasmit, amit magam sem gondoltam, hogy benne van a filmben, de úgy látszik, segítettek az égiek is bennünket. Ez egy rövid levél, amit Győző megengedte, hogy közöljük, és
mégis a filmnek a tartalmát is körüljárja. Köszönöm szépen. Akkor, amikor arról beszéltem, hogy mi minden található ebben az aracs külön számban, akkor nem említettem azt, hogy a képanyag, a forgatókönyv részletek, a kellékek mellett olvasható kritikák is, amelyek annak idején íródtak közvetlenül a filmbemutató után. És hát vannak nagyon személyes jellegű írások is, mint ez a Zoli által említett Csomogyi Győzőféle levél. Kedves Zoli, filmed nagyon sok rétegű, sok érzést és gondolatot indít, amely csak később fog beérni. Most csak az első hatást szeretném veled megosztani. Az nyilvánvaló, hogy ez egy nagy film, a szó minden értelmében. Igazad van, csak nagy vászonra szabad vetíteni. Mindent a kép, a látvány szépségére tesz fel, minden egyes filmkocka és másodperc ikon, szent kép. Fantasztikus rendezői és operatőri munka. A tájak, a romtemplom részletei, a fények, az arcok, ruhák, kavicsok, fűszálak, minden gyönyörű, részletgazdag és kidolgozott. És nem öncélúan, bár ez magában is elég lenne, hanem az üzenet érték érdekében. Csodálatosak a színek, a színészek. Hogy találtál ilyen gyönyörű magyar arcokat, ilyen zseniket, akik ezt az archaikus beszédet, stilizált, természetfeletti, táncszerű mozgást belülről tudják, természetesen csinálják. Nyilván rengeteg munka van ebben. Egy nem e világi helyen és időn kívüli korban, időtlen időben érzi magát a néző. A magyarság nagy sorskérdéseiről csak ezen a síkon lehet méltón beszélni. A szereplők többszörösen szimbolikusak. Első benyomásom róluk van a rajongó értelmiségi, akitől a többi irányítást vár. Tanítónak, vezetőnek hiszi és mondja magát, de képtelen cselekedni. Hiába szép lelkű, talán szent, akadályozza az életet, és itt nézzünk magunkba. Társa a katona, akiben megvan az erő és a cselekvőképesség, de tudja értelmi korlátait, ezért vezetésre, parancsra vár. Harmadik a primitív nép, a szolga. Helyzetüket, léttragikumát nem érti, de a pillanat túlélésének mestere. A felszabadult rabszolga rögtön öl és erőszakol, ön és közveszélyessé válik, mégis ő adja tovább a maga ősállati módján az életet, nem a nagyokosok. A véntáltos, maga az öregisten, a magyarság és minden ősnép emlékezete, megfáradva, meghalva halhatatlan, és ő adja a nőt, ezt a fantasztikusan megformált emese figurát. A citerás a művész, aki kísér, elbűvöl, fölemel, túlél és távozik, de a sorskérdést megoldani nem tudja, nem is dolga. Az üzenet első, rögtönható rétege az, hogy a teljes pusztulás látszólagos, reménytelen helyzet nincs, cselekedni kell. Rendelkezésünkre áll a tradíció, az ősök példája, küldetésünk van Istentől. Ezt mondják a királyok, a Jézus szobrocska, a keresztszerű balta. A halott áltos két oldalán feltűnő zászlós lovasok jelzik, hogyha merünk élni, Isten a küldetésünkhöz való erőt is megadja. Üdvözlettel Somogyi Győző. Amikor folyt a háború, és azért ugrálok ki az életben, mert ez mind beletartozik ebbe a filmbe is, mint tapasztalat, hiszen 10 évig készült a film. Ezért is talán túl sűrű, de ezért együtt kellett vele élni minden nap, és sok mindent megtanultam közben. Tehát mikor folyt a délszláv háború, akkor azon gondolkoztunk, hogy az ott maradottakat hogy lehetne összefogni egy kicsit, hogy lehetne nekik egy kicsit a lelki erejüket megemelni. Már azt is számon tartották, hogy ki ment el. Volt, hogy a buszállomáson megállítottak, hogy te itt vagy, maradtál, de jó. És így egymásnak így örültünk. Viszont azon gondolkoztam, hogy kellene egy védett, rejtett, szakrális helyen összejövünk titokba, és ott nem is tudom énekelni, imádkozni kellene, ami úgy megtartsa az embereket. És gondolkoztam, Kanizsán éltem, hogy a magyar kanizsai kálvária talán, ami egy régi Kunhalomra épült kálvária. De mint szervező ember ugye így kezdtem gondolkozni. Aztán egyszer csak megállj, gondolkoztam, hogy ott a kálvária tetején, az ilyet nem lehet megszervezni.
vagy ez kegyelmi dolog, hogy összejönnek, mi az a hely, ahol összejöhetnek. És láss csodát, az Aracsi puszta templom akkor még bent volt a kukoricás közepén, tele volt fával, bokrokkal, tüskés, mindenféle kórókkal, és oda nem járt a kutya se. Elfeledkeztek róla a magyarok is, mindenki. És egyszer csak megjelentek ott, elkezdték tisztogatni az emberek, és kiártak oda imádkozni és énekelni. Pedig az törökbecsétű 16-8 kilométer körülbelül, tehát van mit menni földes úton, akkor még köves út sem volt, hanem nagy sárba. Tehát magától megtalálták, mi az a hely, ahova kell menni. Tehát az Aracsi puszta templom túl azon, hogy mit jelent a magyar történelemben, állítólag már István korában kezdték építeni az első templomot, ami ott volt, hiszen azóta sokszor lerombolták már, tatárok, törökök. És ott lassan kialakult egy ilyen bensőséges ünnepség. Természetesen aztán a hivatalos világ és a politikára rátelepedett, és ez a bensőségesség megszűnt, a veszély is, bennünk is az éberség, de ez egy jó példa volt, hogy mindig, aminek kell, az megszületik. Magam sem hittem sokszor ebbe a filmmel kapcsolatban, hogy sikerülni fog, négyszer kellett lemondani róla, aki mögöttem volt és végig a filmet segítette, gyakorlatilag neki köszönhetem, hogy valahogy ezen a hiten is átsegített. Aracsi puszta templom. Nézzük meg most azt a második részletet, mert itt föltűnik egy fiatal táltos és egy öreg táltos jelenlétével. Csöntör, te vagy? Én. Tedd meg nékünk áldomásnak. Nincsen kire tekintenünk mi Istenünk, te kívüled másra. Bár ellenünk méltókkal kikersz ostorozásra. Csak ennek. Ő is hallja. Nem játszok már élőknek, öreg. Hallgatni hittem. Követ polgasztani. Ebből a faládából is csak halász. Csak a keserűek.
Segíts főjel! Hallod? Valami vidámot a kedvemért. Hadd éljünk már kedvünk szerint. Nyomorult! Mindent árontasz. Semmire kell. No, akkor legelébb imádjunk. Az ég a földre alászálljon, az égre emelkedjön. Az egy élő igazság uralkodjon, boldogok országa magyar honlögyön. Forogjatok, szent kerekek, forogjatok. Úgy tudtam, elhódtál. Van igazsága. Akkor mit kereső itt? Régi helyünk áldása. Vagy holt lelkek vigaszán. De most élőt kék rád bíznom. Egy kivert kutyára. A bújdosó is rang, ecsi. Rang? Ha a magyarok istenének szolgái kiebrudaltak a hazában, az rang? De Isten keze most se rövidebb. Nem-e? Ki hatta, hogy népünk szüve férgesedjék? Ne piszkulj! Tán a fekete üdőt nem üküdte? Elhallgass! Harsány Valád, ők apád meg bács. Csak rövid annyit tennék hozzá, hogy hogy épül sok minden. Miből született a film? Mindig van egy alapélmény. 2006-ban, mikor október 23-án ennyire meggyalázták a magyar népet, mint ami történt, ott ültünk Délvidéken fogcsikorgatva, volt közülünk, aki itt az utcákon hömpölygött és a rendőrökkel tusakodott, most is itt ül egy belőle. De többségünkben otthon ültünk tehetetlenül, és valami borzasztó érzés fogott el, hogy ennyire kiszolgáltatott, ennyire árva, ennyire magatehetetlen a magyar nép. Más kérdés, hogy ez mennyire volt provokáció, és hogy, de az érzés ez volt. És egyszer csak láttam, ezen hetekig az ember évődött, pengette az idegeit, és egyszer csak láttam egy képet, hogy három rongyos megy a hóba. És a harmadik napon még véletlen kezembe került egy Herceg Ferenc elbeszélés, az Aranybalta, ahol egy romtemplomhoz mennek valakik, és ott egy aranybaltával van egy kis történet. Pár mondat a filmben is benne van. De így épül valami, és ez bontakozott ki. Az a dal, amit itt játszik a cimbalmos, az Beretz András Csuvas lemezéről való, onnan ihletődött, és nagyon sok minden így áll össze. Ezért nem szeretem, mikor szerzőket emlegetnek, hiszen szoktam mondani, hogy a múzsáknak sose fizetnek szerzői díjat, pedig ők érdemelnék meg leginkább. Nem beszélve arról, hogy semmi is egyéni tulajdon minden összeér. Valamit szerettél volna Aracsa mondani, mondtad nekem az elébb. Igen, hát éppen erről szerettem volna egy-két szót mondani, hogy minden összeér, és minden valahol kapcsolódik egymáshoz. Említettem, hogy 2001 óta jelenik meg az Aracs folyóiratunk, és ebben a 2001. augusztus 20-i számban az első írás Bicskei Zoltáné, aki, hát mint tudják, nem csak kiváló filmrendező, forgatókönyvíró, hanem nagyszerű esszék, tanulmányok szerzője is. És ebben az első Arac számban tulajdonképpen leírta mindazt, amiről az imént beszélt önöknek, hogy mennyire szüksége van a délvidéki magyarságnak egy szakrális helyre, egy olyan helyre, ahova eljárhat, ahova elzarándokolhat. Akkor még hiszem azt, ő se gondolt azt, hogy ez a szakralitás majd a filmben fog megjelenni, de az is lehet, hogy tévedik, tehát lehet, hogy már akkor ő benne ez az egész élt, viszont ez, hogy a mi a folyóiratunk is ezt a puszta templomot próbálja valami módon, illetve próbálta a köztudatba behozni, mert hát azóta hál' Istennek ez már a köztudatban van. Tehát ez az egész délvidéki magyarságunk olyan, mint ez az aracsi puszta templom, ott van, romokban hever, de azért még mindig áll. Hát közel ezer év óta ott van, és reméljük még maradni is fog valameddig. Megkérnénk Ág Istvánt, van egy idegkapcsolódó verse, hogy jöjjön fel és olvassa el, aztán majd beszélünk róla.
Mikor Zoltán fölkért engem, hogy vegyek részt az estén, akkor hirtelen nem tudtam, hogy mire véljem, mivel kapcsolódok én ehhez. Aztán a filmet, ahogy láttam, gondoltam, hogy mégse hiába leszek majd itt. Ez a vers, amit föl fogok olvasni, egy hősi ének, egy balkáni hősi ének utánzat, vagyis az a hatás alatt áll. Én 1966-ban lefordítottam egy ugyanebbe a ritmusba írt szerb, elég hosszú, majdnem 1000 soros hősi éneket, és amikor arra jártunk, az akadémia irodalmi tagozata egészen az Aldunánál, Székely Kevén és azokon a részeken, följebb nagy becskereken, akkor valahogy ez a világ jött nekem elő, sőt, mikor Szendrő várát megnéztük, meg látogattuk, akkor azon a vidéken mentünk visszafelé Belgrádba, amiről ez a szerb hősének szól. A lényege annak az, hogy akkor még Koszovó volt a világ közepe nekik, mikor elmegy a csatába, akkor egy albán oda férkőzik a családhoz és a feleségét. Elcsapja, és a nagy szerelmi bajvívás után győzed a Strahinyzsbán. Most ennek az egésznek, ahogy mentünk Sumadíja, az a Kragujevac körüli világ autóbusszal, és valahogy kijött belőlem a múltam, az ifjúságom, ezek a falak, amik ott állnak az Aldunánál, és a semmibe néznek, és valahogy ez a film is annak a világnak a vége, mert ez a vége, ami a másik a 15. században volt, és az én versem pedig ezután, a világ után tulajdonképpen a máról szól, hiszen akkor indultak meg a migránsok azon a vonalon, ahol a törökök jöttek Magyarország felé, és elfoglalták Budát, meg Magyarország nagy részét. Elvarázsolt ének. Messze esik tőlem Szendrő vára, nem mint ez a szem gesztenye a fáról, itt kallódik másnak észrevétlen, lakkos héjjal horpad barna görcsben, köldökének foltja mégis, mint a fehér fényű varázsszem sugárzik, látszik benne kicsinyített másom, de ha torzult ábrázatom nézem, többet látok, mint sem elképzeltem, mint ha látnám újra Szendrő vára tükörképét végig a Dunának sodrásában széjjel hullámozni, üvegkristály fénnyel sziporkázó palotasort kék hegylánc tövében, árnyalakok gomolygását, füstből bontakozó határszéli várost, s látom, hogy az egész déli bábként tótágasban fordul a folyamra, s fényé válik, mikor beledőlne.
szemfényvesztő alakváltozások bűvkörében értem a túlpartra, onnan minden valóságá szürkült, csak a kövek, rácsok és gerendák kőfalakkal határolt világűr vesz körül a bástyák magasáig, mint aki egy újnyira lecsökkent fűből nézek, mint valami kútból, stériszonyra bújtogató sasként körös fönt a magára utaltság. Ismeretlen feszültség rugója mozgat, tán a múlt lidész nyomása, ahol járok, nem jár erre senki, vagy most éppen másik udvart járnak, 10 hektárból elfaladott pályán, s kérdezgetik, hol a hárem hölgyek, merre volt a börtön, kínzókamra, szemetelő nomádok nyomában, óvszer, flakon, zsírpapír, kenyérhéj, elveszített csaták keresztútján. Megint jönnek föl a Duna mentén, most már puszta kézzel Ázsiából, s nem apad a testek áradása, uszadékul hozzák a középkort, egy irányban, Sztambulból Budáig, ott, ahol a kromanyoni ősök szivárogtak, mind sápadta barccal, vasfedeles hadak hurcolkodnak, mint a csupán az lenne a dolguk, hogy sátraznak mezőről mezőre, közben futnak, üldöznek, kivárnak, s ahogy most a vattát, nejlonzacskót hátrahagyják, elszórt veszteségük szemetével fertőzik a Balkánt, csatamének kiömlő vérébe csordogált a hősök vérpatakja, szanaszét a napon úgy büzlöttek a győztesek térfelén maradva, hogy a hullák győztek a szagukkal, elgyengült a kemény magyar vajda, fölrepett a szája a sírástól, aztán újra harsognak a kürtök, hullámzásba lendülnek a dárdák, mint a sűrű, nádas, erős szélben, de mikor a felek összecsapnak, hét határt is fölver a zajongás, tusakodik vitéz a vitézzel, keresi a fejét, hogy leüsse, keresi a kezét, hogy levágja, markol, akik törnek le a kardok, leugranak fürge lovaikról, megragadják egymás fehér torkát, mint akik az asszonyukért vívnak, s mindegyik az Istenéért hal meg. Elidőztem Szendrő krónikáján, s meglepett, hogy meg sem rendülök már. Csak valami mély bánat feszélyez, mint mikor a szülők fölött állok, holt betüket olvashatok róluk, s tehetetlen veszem tudomásul, amit lent a kukacok intéznek, azt idefönt a felejtés végzi. Ahogy sárba végződik az élet, a velő híg nedvekké silányul, elillan a szellem Ábel füstje, volt nincs okos lélek, érző elme, s nem lesz senki, aki tudna róla. Mi állt itt, és mivé lett a lényeg, csak Sztambul és Buda közt nem áll le máig sem a vonulás reménye,
hiába állt közbe Szendrővára, üres diszlet, mint sem ellenálljon, pedig minden falban áltozat van, követkővel, mint mészkő kötnek össze, megadván a semminek a formát. Ahova most álmom kápolnáját vetíti az elképzelt varázsszem, ott történt meg velem gondolatban, mikor húsvér valóságnak véltem jelenését az ég asszonyának, fehér arcán csillámlott az ablak, keresett a titokzatos szempár, hajszálakkal cirbolt légiessé, úgy éreztem, mint ha én jelennék meg a várban, míg egy másik élet mosolyog rám kék tekintetével. Köszönjük szépen! Még visszahívjuk meg Ág Istvánt, mert egy nagyon szép levelet kaptam tőle a film után, és abból egy-két gondolat kapcsán még visszatérünk. Annyit elmondanék még, hogy ez a film a 17. században történik, tehát a törökvész vége felé, és aki nem tudja, abban az időben a mai délvidéken körülbelül, tehát egy 100 négyzetkilométernyi részen volt pár ember. Magyarul egy 1000 ember lehetett a mai délvidéken, tehát szinte semmi. A hordák lefő vonulása, a csaták, a rablások, az éhínség, az teljesen kipusztították a magyarságot. Most ott ülünk egy kultúrházba, egy fogyatkozó kisvárosba, színdarabokat, filmeket, képeket készítünk, és aggódunk az életünkért, de élet folyik. És a filmnek ez is a témája, miként lehet valamit újjáéleszteni. Aki látta, az tudja, hogy az első 10 percben, akár nem is lehet tudni, hogy ez egy, mondjuk egy atomháború utáni, egy földrengés utáni, vagy bármilyen, milyen pusztulás utáni világ ez, ahol újra, újat kell és újjá kell építeni az emberi társadalmat, a közösséget. Egyáltalán élni kell. És a film, mint utaltam rögtön az elején, egy ilyen pusztában minden végletesen fölmerült. Tehát ezért is nehéz elviselni, ezért is szoktak csöndbe elmenni a film után, mert a legvégsőkig elmegy ebbe a kérdés föltevésbe, és én vállaltam azt a dramaturgiai hibát, hogy van egy nyár vége a filmnek, de lehet, hogy dramaturgiai hiba, de úgy nem akartam, hogy válasz nélkül hagyni valamit. Tehát azt nem lehet, hogy az embereket egy bizonytalanságba hagyjuk, és valamit fölvágunk, és lesz, ami lesz, mint ahogy a mai világban szokott lenni. Csak egy rövid témára térek ki, és aztán majd lehet ebből lehet egy kis vitát is kanyarítani. A diák, az a Hóri Horgas a főszereplő, akit itt a kőnek támaszkodva láttunk, mikor hallgatta a muzsikát. Ő az, akitől elvárják, hogy vezesse ezt a kis közösséget, akik ott összetalálkoznak ebben az Aracsi Puszta templomban. Ő sok mindent tud, és mondja is nekik. Tudja, hogy a lélekből fakad a szóból a tett. Ismeri ennek a hármas egységét is. Csak azt nem tudja, hogy az életben miként oltsa ez be. Azt nem tudja, hogy aznap, hogy kell kimondani a mindenség nevét, aznap, mi az a tett, aznap mi az a boltozat, ami nincs ugye fönt az Aracsi Puszta templomon se, csak az eget lássuk, mi az, amit őtől levárnak és meg kellett tenni. Ez a hite véges, bizonytalan. Talán nem is élő a hite. Jó mondta Somogyi Győző, hogy nem ő lesz az, akire az életünk bizatik. Ugyanakkor ő részesül abba a kegyelembe, hogy az öreg táltos megkínálja a szereppel, megkínálja a tudással, és megpróbálja vezetni is érzéketlen rá. Érdekes, az öreg táltos haló érzékszerveivel már, vagy lassan pusztuló érzékszerveivel már nem érzi, nem látja
az üzenet, nem hallja az üzeneteket, nem látja a látomásokat, ez a diák dolga lesz. Három király jelenik meg ott látomásként, három korból, Mátyás király, Szent László és Attila király. Mind a három üzen és feladatot ad a diáknak, de csak összezavarodik. Valami hiányzik a lelke középpontjával, amivel ezt nem tudja elvégezni. Az öreg, az mindig az öreg táltos, ki tudja mondani abba a pillanatba. Például egyszer azt mondja, hogy most az eszes kész hiányzik, és túlélték volna, ha elfogadták volna tőle a magokat, és újra építik a kis közösségüket. De jött a gőg, jött a hiúság, jött az értetlenség, jött az elbontság, jött a léleknek valami olyan tántorgása, ami nem engedte, hogy a diák ezt magáévá tegye. A végén ugyan, most csak mesélek, ugrálok, ez a diák ugyan szenved, érzi a hiányát ennek, és rengetegszer imádkozik. Egyébként ezek az imák, amiket itt csak egyet hallottak, ugye a két táltos, amit mondott, ez legnagyobb részt az Erdélyi Zsuzsanna néni könyvéből van, és Csorba Béla gyűjteményéből, csak hogy említsek neveket, akik közre játszottak ezekben a dolgokban, akik hatottak rám. A végén elmondja a diák, hogy a szépség, lehet, hogy a szépség lett volna a megoldás, hiszen ő verseket is ír. Igaz, hogy úgy érzi, hogy már nem jó, igaz, hogy úgy érzi, hogy kimódolt, hogy nem igaz, amit egyszer ott a film végén felolvad, de rájött, hogy a szépség, hiszen ez a zene hatott rá, hatott mindenkire, hatott még erre az érzéketlen, erre a fekete szolgára, aki ilyen kicsit ördögies figura, földi figura, akit itt kilükdöstek, hiszen ő is táncolni akart, élni a kedve szerint. Magyarság egyik nagy baj egyébként, hogy sose tudunk élni a kedvünk szerint, mindig idegen létformákban kínlódunk és sínlődünk. Ez is egy vesztünk. És így sokáig tudnám ezt folytatni, és aki látta, az általában a film után mindig szoktunk vitatkozni is. De ez a szépség, amit kér a diák, ez nem egy tetszetős szépség, ez a szívet melengető szépség. Ez az valójában egy megtartó, egy erkölcs, ez a szépség, amit ő igaz későn rájött, hogy ez lett volna az élete feladata. Tehát ez is egy dimenzió, egy szál, amit itt most felvetettem, és sok mindent tudnánk így még. Én most mégis ajánlom, hogy nézzük meg a következő részletet, ami Attila király lesz, azért, mert másik két király az közelebbi időkből szólt hozzánk, mind a kettőnek volt lelkiismeretfordulása, mind a kettő valamit elhibázottnak vért az életéből, ugye ezek túlvilágból jönnek vissza, mint jelenések, és beszélnek a diákhoz. Egyedül Attila nem. Ő az időtlen világ és öröklét, amit én mindig érzek ebbe a pusztán is, itt kint, ebbe a egy vonallal kettészelt kettős világba, vagy egy hambas mondja, ég és föld szorításában. Nézzük meg ezt a részletet. Attila apánk, Etele, te lennél. Kései fiaim, kik nevemet sem ösméritek, mifélék lennétek? Rabok voltunk, de mert fia született, hazaengedett a török szultán. Haza hun otthonában raba nép. Ezt szenvedjük régóta. Ti vétkötök! Férfiak valátok! Ti feleltek a rabságért is! Mindenki ellenünk van. Éjszakról abban. Mindig így volt. De csak a barmokat vágja főtön az élet. Igaz. Mi sem váltunk Phönix madárra. Valaha magunkon emeltük a világba szórt népeket. Most meg mi hódolánk istentelen rabló hordák előtt? Vakon botorkál Nimród ősapánk népe? Var, hun, kus magyar véleim, egy marék kölesért
egymást marják kinyugban, akár a tetves ebek. Fiaink szüvét tépik, fejüket borba tapossák, és még nyögni sem mer. Ez nem lehet. Ezt védikkék kiirtani az ilyet. Segíts, nagy király. Nincs segítség. Elrejtezett a nagy égi király. Úgy tűnik, ma más ír a föld, s mást az ég. Egyet kér jó ide. Minden rossz megértét. Az egyetlen igaz uralmáig. Nem egészen értem, nagy uram. Elég, ha tudod. Nem értheted. Nem vagy béjavatott. A ti időtökben nincs párduc lélek. Nincs királyi beavatás. Csak a veszélytő, nagy fekete üdő. Ez azt jelenti, végünk van? Nem a te dolgod ezzel számolni. Aki teszi dolgát, Isten kegyeltje. De a hűtelenek elveszejtetnek mind egy szárig. Magad mondád. Nem értem a világot. Elfelejtettétek, magyarok. Ki által felel ide le a felső világ? El a mindenek urának adott szent kötelmet? Alig vagyunk, s egyre vakulóbb szívvel. A napnyugati világ pusztultáig sok szó lészünk kevesek. De tudásunk az egy élő istené pusztíthatatlan. S ha átok bír le bennünket? Fejetök fölé örök éjjelt hazudnak, s véritek, nincs nap. Igaz, tehát. Ezt érzem, Bévül, szüntelen, csak nem bírom kifordítani. Nem látom, mivel tehetnék. Hol karddal, hol kegyelemmel. Jézus király igazával. Megmutattam. Róma a lábam előtt érdepőtt, és mégis megfordítám győzhetetlen seregem. Mert ami uralmamban vagyon, a szeretetemben vagyon. Uramisten! Ez okán volna minden nyomorúságunk. Bűnni égett volna bennünk rabtartóink bűne. Ezért levén gyűlölködők is mindennel ellenek. Ne roskadj! A legnagyobb erőt kért segítőül. A hossz időt. Azt mondod, várjunk. Mindig csak várni. Hagyjuk, hogy pusztuljon minden tovább. Tudd, ami soron van, lebírhatatlan. És méges megkőbírni. De nem félekként. Amit megtehetsz, tanítsd meg népünket erőben várni. Magyari módon. Igazságban. Mozdíthatatlanul. Ez 12 éve irodott, és 9 éve vettük föl, és így, hogy időnként nézegetem esténként, akkor ma napi aktualitássá vált mindannyiunk számára. Attila király itt párduc lelket emlegeti, és a királyi beavatást. Most csak a párduc lélekre térnek egy pillanatra vissza, mert ez perdöntő a mai életünkben, és kapcsolódik ehhez az áradathoz is, amit itt Ág István versében is hallottunk, és ami itt lebeg a fejünk fölött. Hiszen szokták kérdezni, hogy lehet az, hogy több ezer éve nem győz a jó, mindig a rossz győz, a történelemben legalábbis.
Hát már jó, nem védekezik. És van két mondatot olvasok föl csak a filmből. A katona mondja. Tudod, miért bámul a jó ember, amikor átvágják a torkát? Mert akkor jön rá, hogy a békéért legelébb a gonosz szívibe kell állítani a tört. Ez az egyik mondat. A másik, ez már egy kicsit László király, Szent László király szájából van. Vártam is, hogy majd a klérus vagy valaki szólni fog, de eddig még nem. Rövid két mondat. Kérdi László király, a szeretetnek tán nincs foga? Papjaink bűne, hogy feletteték a párduc lelkű Jézust, pedig Isten fiának ostora megmutatá. Engedni a rossznak épp oly bűn, mint oktalan vérrel szennyezni kezünk. Tehát a magam részéről a bárány és a párduc Jézus kettős arcát, én mindennek a kettőségét egybe látom, ma csak a bárányá. A bárány lett az, amivel minket áldozati bárányá kényszerítettek. De ez egy mély dolog, ezt nem akarom most elbolgatizálni, és csak felemlítem éppen, hiszen azt tudunk, hogy a mi életünk is szent, és azt meg kell védeni. Ez az a nagy dilemma, amikor emlékeznek, mikor Rubjovnak megerőszakolják, elviszi a tatár, és viszi föl a lépcsőn, a fa lépcsőn a nőt, és viszi megerőszakolni, megölni, és Rubjov ott tépelődik, és végül megfogja a baltát, és belevágja a tatár hátába. Mert a családunk is szent, azt meg kell védeni. Bűn ölni, de meg kell védeni, és aztán ezt helyre kell hozni, le kell vezekölni. De nem megvédeni, még nagyobb bűn. Ez egy perdöntő kérdés a mai fehér ember magatartásában. Nem megyek hosszabban bele, mert közben az órát is nézem, és tudom, hogy lassan lejár az est ideje. Visszatérnék még Ág István leveléhez. Sokszor mondták nekem, hogy kevés a remény a filmben. Mások meg azt mondják, hogy de igenis ott van a remény. A film végén, akik megmaradtak élőek, azok elindulnak, és együtt megpróbálnak ott a nagy semmibe, kóróból, meg vájkot csinálni, meg sárból, és abban a sárból a diák álmát, a diák vágyát, a szív templomát megépíteni. Egy kis sártemplomot. Persze elhangzott a másik mondat is rögtön, ami visszautal több ezer évre előre, és ez már civilizációs kérdés, hogy nem kell templom, itt van minden készen. És ez a kettősége elmennek végtelenbe, egy kóró borul föléjük. És mikor mondják, hogy kevés a remény, akkor azt mondom, nem, ekkora űrbe, ekkora semmibe páran és templomot kezdenek a sárba építeni. Ettől nagyobb remény nem kell. Ez az egyik hozzáállás. Most Ág István levelének csak a végét olvasom föl, az utolsó két mondatot. Ő így látta. A befejezés reményteli. A legnehezebbet úgy oldottátok meg, hogy kikényszerítve kellett érezni magatokat rá. A néző nem bír el más befejezést. Meg persze, hogy magyarok nézzük. Ez nem akármilyen. Én sokat gondolkoztam ezen a kikényszerítetten. Tudnék, végig ezt éreztem, ezt a kötelmet és lelki felelősséget, ezért mondtam, hogy egy dramaturgiai bicsaklást is fővállaltam, csak az, hogy nem is reménynek mondom én, hanem elegyengetni, ez ilyen kubikos kifejezés alföldi, kiegyenlíteni a dolgokat. Szokták ezt harmóniának is mondani. Volt, aki azt mondta egy pszichiáter, hogy ott a fiatal fia a végén gyógyít, és az egész filmben van egy gyógyító magatartás. Ez úgy meglepett, mert nem ebben a hozzáállással szül az ember egy alkotást, tehát valahol a mélyén lappang, és ez nagyon fontos dolog. És volt, hogy visszatérjünk még egyszer csak a... Illetve én itt abba adnám, hát ha Andrisnak van ide való egy jó története vagy meséje, nagyon... Elfeledkeztünk róla, Andriskám. Hát erről, amit történet eszembe jut, az Bánáti, a romániai részre eső oldalon lévő faluból, egy sváb faluból való, a Böregán síkságra elűzték őket. Az is jó rendes kunvilág, tehát semmi nincsen, csak a te vízszintesed. És szekérrel vihették el a holmiukat, ez volt 47-48-ba.
és mivel ők csak téglából tudtak építkezni, teljesen zavarba voltak, mert nem tudtak házat. Tehát sokáig a szekér alatt húzták meg magukat, ezek a sváb emberek. Viszont a kedves barátom, aki Münchenben nemrég még operaéneklést tanított, ő mindig lejárt a falu szélére, mikor vályogot készítettek, mert az nagyon érdekelte őt ez a mesterség. Akkor volt 10 éves. És mint ahogy Rubljovban a harangöntése a gyermekre vár, ez a gyermek épített házat egy egész falunak a Beregán síkságba. Nem olyan régen ment el, hogy megnézze, hogy állnak-e még a házak, amiket ő épített fel a sorstársainak, illetve ő mutatta meg, hogy hogy kell. Ez a történet jut eszembe, használd egészséggel. Van még egy vízióm, amit szívesen megosztok, mikor te filmjeidet látom, mindig eszembe jut. Almaszedésen voltunk Nyírmadán, és felmásztam egy dombra. A nyíl egyenes homokút szaladt előttem, és almafa sor szegélyezte. Én az almafák fele magasságában voltam, és a végtelenben összeért a perspektíva a két almafa sor. Tehát kijött egy homokóra, amelyikben lejárt az idő. Fent is volt egy edény, meg lent is. Biztos látják maguk előtt, és az ember azt mondta, hát lejárt az idő, neked való pompás vízió. Az volt a szép, hogy a homokor, a homok részében még traktornyomok is benne voltak, meg őzek nyoma, gumicsizmák nyoma, fent a repülő is, oda piszkított valamit. És akkor legvégül még azt elmondom, hogy most, mikor Zemplénben nemrég voltam, mondták Zemplén Agárdon, a fele falut úgy hívják, hogy Révész. Ez a nevük. Ez is volt a hivatásuk. A kapátok is, jött egy vándor, el kellett hajítsák a kapát. Az első, hogy átvigyék, ha kell, a foguk közt az utast. Ez volt mióta a világ, Zemplén Agárdon, ez volt a falu küldetése. Így alakult, ebből is éltek meg. És mondták, hogy nagyon siessek, mert van egy öreg révész, azt is persze így hívják, hogy révész. Még most is, mikor, hát ott fent vagyunk, ott mikor hébe-hóba, 5 évenként, 10 évenként befagy a Tisza, állandóan szalmát szór a legrövidebb úton túloldalra, cigánt felé, és vödörvízzel mindig locsolgatja. És úgy meghízzalja a jeget, hogy mikor megolvad a jége, minden is túl is, egy jéghíd még mindig van. Nem azért csinálja, mert használják. Senki nem használja. Ha valaki a rokonokhoz át akar menni cigánra, kerül egy jó nagyot autóval. Nem azért csinálja, hanem mert ez van benne. Mondtam filmeseknek, gyorsan vegyétek fel, mert ez nem kicsiség. Nézzétek meg a hajnali ködbe a bácsikát, rongyokat is szór, szalmát is. Ez milyen arcot vág este, mikor a cigit meggyújtja, hogy ez igen, megépítettem a hidat. Nem jár rajta senki, és akkor mi van? Visszatérve így a vége felé, egy mondat erejéig még a tájélményre. Voltak, akik azt mondták, hogy ez egészen más táj, mint a Jancsó filmekben, nem a magára hagyatott üres, magára hagyatott ember, a kiürült, a elmagányosodó ember, tehát nem egy pszichés táj. Ág István azt mondta, hogy nem olyan táj, mint a Sára Gál filmekben, nincs benne, nem az a néprajzi táj. Én most megkérdezem, hogy mire gondoltál, akkor milyen? Hát inkább arra, hogy nem olyan, mint a Sára néprajzi tája. Vagy... De mit éreztél benne? Mert nekem ez fontos kérdés. Ott minden nem... olyan szép, szóval olyan skandálszerű, ami nagyon fontos volt akkor, és a filmek is nagyszerűek. Erre a 60-as évekbeli filmekre itt egy, gondolsz. Itt nem csinálva van, hanem van. Van a természet, van az Alföld, van a puszta ember, hiányos világ.
köszönöm. Én nem tudok szeretni. Ez kíváncsi jutott, volt. Mert én nagyon szeretem azokat a dályokat, amit a Sáráék, meg a Jancsó is, ahogy csinálja. Igen, én azt szerettem volna ebbe a filmbe, de ez érzéki dolog, az erő árad a tájból. Tehát azért örültem, amikor mondták, hogy nem olyan, mint a Jancsónak, az a kicsit pszichés, ő más történetbe ágyaztat, tehát volt egy más jellege. Én azért örültem neki, mert én ebbe a filmbe erőt szerettem volna sugározni, és az elsősorban azért mégiscsak képileg. Hát a kép, a zene is, és az egésznek a hullámzása együtt adja ezt. Én erre sejtettem, hogy valami ilyesmi is van a véleményed alján. Ez dicséretnek vettem, ugye érzed, hogy ez, igen. Ez dicséret, de azoknak nem a leszólása, persze, hanem a világos, hasonlítása. Mondjad, Anis. Hát ha Zolti arról várt más szájából egy pár találó szót, hogy megbűvölve csodálja környezetét, egy szót, kettőt hadd mondjak. Szerencsém volt utánad biciklizni, amikor a Európa legnagyobb szikes világa kitárult előttünk, és kanalas gémek repültek el fölöttünk. Én életemben először ott láttam kanalas gémet, és Bicskei Zolit láttam, hogy hazaérkezett. Ott biciklizett, nyikorgott a biciklije előttem, és azt mondta, az ott, az nem is nádas, mert vizet kap. Ez itt a nád. És ilyen nyomorúságos kis sárga nádak voltak test nélkül, valahogy hogy oda pottyantak a homokba. Szegény mindegyik csupa remény volt. És elmondta, hogy miért azt tudja a tust úgy fölvenni, hogy avval rücskös papírra rajzolni lehet. Én, ha egyszer most portréfilmet kellene Bicskei Zoliról lassan készíteni, szívesen ajánlanám a biciklit, hogy menjenek ki, várják meg a kanalas gémeket, és robbantsák ki belőle, hogy hogy van a nyomorúságos náddal. Miért értéktelen az, amelyik ott benn vízhez jut? És hogy jut el a tus a papírig a nyomorúságos náddal? Úgyhogy észrevettük sokan, hogy ebbe a tájba te nagyon otthon vagy, ezt a vízszintest tényleg kimeríthetetlen ajándéknak kaptad. Végignéztem egy párszor, hogy ebből rajz született. Hát Isten étessen, kínlódj tovább vele. Az a hely szellemi az érdem. A filmnek, és ez az utolsó mondat, a filmnek az elején és a végén megjelenik boldog asszony. Az arcát nem látjuk természetesen. Ő mond, először szól az Úrhoz, és másodszor is szól az Úrhoz. De a legvégén van egy mondat, amelyet igazából Szabados György ihletett, ezzel szeretném befejezni, mert ez jellemző nagyon ránk. Uram, hajolj közelebb Fűország népéhez, mert itt minden oly kicsi, itt mindent jobban kell szeretni. Köszönöm, hogy meghallgattam.